Sziasztok! Ebben a videóban a család hagyományos karácsonyi ételét, a mantovai hústekercset mutatom meg. Ez egy nagyon smori recept eredetileg, de mióta az eszemet tudom, ezt tesszük karácsonykor. Én tavaly december 24-én készítettem el, mert ez csak és kizárólag aznap készíthető el, bár igaz, ezt én tettem hozzá, mert nyilvánvalóan hülyeség, de én akkor szeretem elkészíteni, és ezen nem szerettem volna változtatni. Tavaly már felvettem, akkoriban még nem szerepeltem a videóban, úgyhogy csak a kezemet láthatjátok. Ó, régi szép idők, de remélem, hogy élvezhető lesz, és mindenképpen készítsétek el, mert fantasztikus. Elsőként fogom a sertéscombokat, mindkét oldalukon megsózom őket, majd húsklopfolóval ütögetem meg a szeleteket. Akár hűtőbe is lehet tenni, és másnap folytatni a folyamatot. 10 deka tehén túróba összevágott petrezselymet és egy kocka sajtot keverek, ez utóbbi kimaradt a videóból, mert nem volt a boltban kocka sajt. Egy hosszabb, körülbelül 30 centis spárgát a deszkára teszek, és végigfektetek rajta egy szelet húst. Erre kerülnek a vékony sajt és mortadella, vagy ennek hiány párizsi szeletek. Errekenek a túrós krémből, ami esetemben rendkívül folyós, hála az angol túrónak, nektek a hagyományos túróval könnyebb dolgotok lesz. Ezután elkezdem feltekerni a húst, keresztezem rajta a spárgát, megfordítom, és erősen összekötözöm, a felesleget levágom. Egy lábasban olajat hevítek, és ráteszem az összekötözött húsokat. Ha az egyik oldala kérget kap, megfordítom, hogy a másik oldala is így tegyen. Ezután felöntöm fehérborral, letakarom, és hagyom főni. Tavaly kicsit túlméreteztem az adagokat, de le lehet fagyasztani, úgyhogy bátran vigyük túlzásba. Ha félig meddig elfort a bor, kockalevest és paradicsompürét elegyítek, és ebből öntök a húshoz. Újból letakarom, és készre főzöm a hústekercseket, majd rizssel tálalom.